Köszöntöm a közügyek adásának nézőit. A mai napon tovább folytatjuk választási témáinkat. Szó lesz a kormányalakításról, a tartományi parlament alakításáról, valamint a községi képviselőtestületek alakuló üléseiről. Ezen kívül beszélünk Szerbia gazdasági helyzetéről, arról a nyelvhasználati konferenciáról, amelyet ma tartottak Budapesten, illetve arról is szó esik, hogy június 14-én a Véradók világnapja lesz, valamint az olajrepcéről is szólunk, tartsanak velünk! Elsőként választási témával kezdenénk. Sokan úgy vélik, hogy nem egyszerű megalakítani Szerbia kormányát, mert sok olyan probléma van, amivel az országnak szembe kell néznie. A stúdióban erről a témáról fogok beszélgetni vendégeimmel, előtte azonban megnézzünk egy híradós összeállítást. Zsárko Obradovics elmondta, Ivica Dačić, az SSZP elnöke az elkövetkező napok során tárgyalni fog a pártja köré tömörülő koalíciós partnerek vezetőivel az új kormány programjáról. Az alelnök hangsúlyozta, az újonnan megalakuló kormány köteles az embereket tájékoztatni a gazdasági politikájáról, valamint arról, hogy hogyan viszonyulnak az EU politikájához. Milutin Mrkonjić, az aktuális szerbiai infrastruktúrális és energiaügyi miniszter is úgy véli, az SSZP-nek az új kormányban meg kell őriznie azokat a területeket, amiket eddig irányított, de az egészségügyet, valamint a szociálpolitikát is rájuk kellene bízni. Azt sem tartja kizártnak, hogy a harmadik koalíciós partner az LDP lesz. A miniszter hangsúlyozta, az új kormányban mindegyik koalíciós félnek egyet kell értenie abban, hogy a nemzet értékeit szem előtt kell tartani. Koszovó, a boszniai szerb köztársaság, valamint az euróintegrációs folyamatok iránt ugyanazokat az elveket kell vallaniuk ahhoz, hogy a kormányzás zökkenőmentes lehessen. Ezzel egy időben Mlađan Dinkić, a Szerbia Egyesült Régiói elnöke kijelentette, nem hajlandó a demokrata párttal a kormányalakításról tárgyalni, mivel arra gyanakszik, hogy Boris Tadić, a DP elnöke lejárató kampányt folytat ellene. A Kurír napilapban ugyanis megjelent egy cikk, miszerint Dinkić ellen vizsgálat folyik. Arra a kérdésre, hogy gondolkodtak-e azon, hogy a szerb haladó párttal lépjenek koalícióra, Dinkić azt válaszolta, ez fel sem merült bennük. Ugyanakkor hozzátette, a DP-re ezek után nem tekintenek partnerként. Úgy nem lehet együttműködni, ha időközben keresztbe tesznek egymásnak, mondta Mlađan Dinkić. Stúdióban pedig vendégeim Gabrics Molnár Irén, egyetemi tanár és szociológus, valamint Weiss Rudolf, a Német Népi Szövetség elnöke, illetve tanár. Köszöntöm Önöket itt nálunk, jó estét kívánok! Jó estét. Hogyan látják jelenleg a szerb kormány megalakulását? Hát igen, ez érdekes. Húzódik az ügy, az euró pedig megy föl, a gazdasági helyzet katasztrofális, és egymásra szaladgálnak reggel, este. Hétfőn azt mondják, hogy A, kedden azt mondják, hogy B. Erre a politikai és a gazdasági helyzet pedig katasztrofális, úgyhogy ez olyan, mint az a Monty Pythonnak a cirkusza már. Néha, amikor nézem a Monty Pythonnak a bejátszását a tévén, vagy amikor nézem a híreket a belgrádi tévén, akkor az ember már nehezen látja a különbséget. Ön mit gondol, hogy mikorra várható a kormány megalakulása? A kormány egyszer vagy kétszer, először vagy egy másodszor gyorsan vagy lassan megalakul. Erre mi nem tudunk hatni, és ezt a kis embert annyira nem is érdekli. Ő csak azt tudja, hogy életvitelszerűen nem jó él. És azt is tudja, hogy feje fölött a hatalmat osszák azok, akik privilégiumhoz akarnak jutni, és ez a számára elérhetetlen valami. Tehát a bizalom ott vesz el bármely párt, hatalmi párt, mindegy, hogy az elnök vagy a kormányelnökről van szó, és melyik pártjáról, amikor a húzavonában a kis embert nem veszik észre, és ez most történik. Valóban nap mint nap ezen veszítünk. Én azt hiszem, hogy június-július folyamán a megbeszélések mégis meg fognak történni, mert nem tudnak más csinálni. A gazdasági helyzet olyan rossz, hogy minél jobban húzzák, még rosszabb lesz, tehát az MMF-el való együttműködés nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egyáltalán júliusban nyugdíjat fizessünk ki. Tehát kénytelenek lesznek megegyezni maguk egymás között, és azután a nemzetközi megegyezést is elkezdeni. Minden, ami kényszer alatt alakul, az nem valami jó. Mit gondolnak arról, ugye a bejátszásban az is elhangzott, hogy az SSZP-nek sokkal több hatástkör kell élveznie majd az új mandátumban, mert jobb eredményeket értek el a szavazáson. Önök ezt hogy látják? Hát ez az ár annak, hogy kell az a harmadik vagy a második partner, hogy ne a haladókkal, és ez a második partner épp ez a szocialista párt, akit hát mindig az a memóriám elég jó, hogy emlékszek arra a 90-es évekre, hogy mi mindent hoztak ennek a némnek, ennek az országnak. Úgyhogy rossz szájízzel, de úgy látszik, hogy a
Itt a tragédia ebben az országban az, hogy mindig a kisebb rosszat kell választani, meg mindig avval dédelgessük magunkat, hogy jaj, hát jó van, hát lehet rosszabb is. Na most igaz, hogy ezetől is lehet rosszabb, de hát az a keserű szájz az meg magyar lehet mondani, hogy mikor őket nézem, akkor befogom az óromat. Hogyan látják a Vajdasági Magyar Szövetség helyzetét? Ugye Pásztor István tárgyalt a Demokrata Párt elnökével, Boris Tadittyal, és megállapodtak abban, hogy a VMS is a DP köré tömörülő többség részét kívánja, többségben kíván részt venni, azonban kormányzásban nem kívántak részt venni. Hogyan látják ezt? Hát ez okos politizálás. Egyébként van egy olyan elmélet is, hogy ez annyira húzzák a, nem nagyon szaladnak a hatalomért, mert tudják, hogy a gazdasági válság várja őket, a nagy munkanélküliség, és hogy az, aki most fog a válság legnagyobb ütemében kormányozni, előbb-utóbb ennek meg fogja írni a levét a következő választásoknál, úgyhogy okos politika ez. Ott vagyok, kapok valamit, de a felelősséget azért nem vállalom azért, amit egyébként joggal, mert nem a kisebbségek fognak dönteni a makroekonomikai, a gazdasági politikáról, úgyhogy akkor miért is vállalnának egyáltalán a felelősséget, és miért is tennének magukat ki annak a veszélynek, hogy majd mikor jön az elszámolás, na mit, lám, mit tettek, hogy jobban éljünk. A sárdobálás, hála Istennek a kisebbségi pártok, így a VMS is ebből nem fog kapni, mert egyszerűen nem lesz ott, ahol reálisan döntenek, ez pedig a kormány. Hogyha még egy kicsit köztársasági szinten maradunk, ugye június 11-én lesz Tomislav Nikolicnak a hivatali beiktatása, és sem a bosnyák, sem a szlovén, sem pedig a horvát elnök nem kíván ezen részt venni. Mit gondolnak erről? Hát ez várható volt, tehát a bemutatkozása Tomislav Nikolicnak hozzáméltó volt, tehát ahogy őt megismertük, nagyjából úgy folytatta. A nagy változások, a lényeges, mély változások a politikában azt mondják, hogy lehetségesek, de személyiségben nem. Úgyhogy ehhez mérjük magunkat akkor, amikor viszonyulunk különböző nemzetközi szinteken is. Nincs meg a bizalom az új államelnök irányában, nem csak a régióban, hanem a nemzetközi téren is. Megadják a kellő illemet, a diplomáciai szükséges respektálást, de a attól félek, hogy Tomislav Nikolic közelműködése nemzetközi téren nem lesz túlságosan súlyos. Hogyan látják az Európai Unió felé vezető utat? Hát nagyon reméljük, hogy ez valóban úgy gondolják, vagy csak szólam. Sok minden az mellett van, hogy csak ugye kívánt beszéd az, hogy Európai Unió, mert tudják, hogy onnan jön a pénz, a támogatás, a hitel. De hogy valóban úgy gondolják, ez nagy kérdés valóban. És egyébként egy légkört alakítanak az EU ellen, és akkor azt mondják majd, hogy nem, a demokrácia az, hogy a szavazat többséggel döntünk, kiírnak egy ilyen referendumot, vagy mit, és akkor meg kell lepődjünk, ha véletlenül 51% azt mondja, hogy nem. Erre mindent megtesznek arra, hogy azt mondják, hogy igen, EU, de mindenféle ilyen más dolgokon pedig megteszik azt, hogy megutálják az emberekben az EU-t, és akkor végén majd azt mondják, hogy hát akartunk, ugye a politikusok, akik ennyit ígértek, de hát a lép úgy döntött 51%-kal lám ne legyen belőle. Hamarosan folytatjuk ezt a választási beszélgetést, rátérünk a községi képviselőtestületekre, előtte azonban megnézzünk egy bejátszást. Török Kanizsán ismét Újhelyi Nándor lett a községi képviselőtestület elnöke. A testület mai alakuló ülésén többségi szavazattal újra VMS-es politikusnak szavaztak bizalmat, mutatjuk. Miután a török-kanizsai képviselőtestület tagjainak hitelesítették a mandátumát és letették az esküt, az új összetételű KKT megválasztotta elnökét. Ismét Újhelyi Nándor VMS-es politikus tölti be ezt a tisztséget. Hatalmi koalíció, egy széles koalíció lesz, a Demokrata Párt, a Szocialista Párt, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga, illetve a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőiből áll össze ez a többség. Ellenzékben csupán a Szerb Haladó Párt lesz 7 tanácsnoki helyjel. Egyébként a községi képviselőtestületnek 31 tagja van. Teljes mértékben egyetértettünk abban, hogy azokat a terveket, azokat a célokat, amelyeket még az elmúlt időszakban megfogalmaztunk, azokat továbbra is szem előtt fogjuk tartani, és azon fogunk dolgozni, hogy ezeket a problémákat, célokat megoldjuk, illetve megvalósítsuk. Számos problémával küzd a helyi önkormányzat. Talán a legnagyobb befektetésnek, legnagyobb beruházásnak említeném a városi szennyvízhálózat kiépítését, de vannak itt számos olyan dolgok, amelyeket még meg kell valósítani, például, hogyha megemlíteném egy-két
IPA pályázat is van, amit továbbra is folytatni fogunk. A polgármesteri helyet továbbra is a Demokrata Párt fogja adni, és mint említette, a Demokrata Párt polgármesteri jelöltje Dragan Babic, és reméljük, hogy az elkövetkező időszakban is jó együttműködést tudunk kialakítani, és azokban a szférákban, amelyek a helyi magyar közösség számára igen fontosak, mint például az oktatás, tájékoztatás, művelődés és nyelvhasználat, hivatalos nyelvhasználat, továbbra is eredmények születnek, és ezekben a szférákban tudunk majd pozitív dolgokat fölmutatni. Ami a községi tanácsot illeti, a Vajdasági Magyar Szövetség megtartotta 4 évvel ezelőtti pozícióit, tehát továbbra is 3 tanácstagunk lesz. Ezen kívül még számos olyan hely van, amelyen ugye felelősségteljesen fognak a VMS tisztségviselői jelen lenni, úgyhogy azt tudjuk elmondani, hogy ebből a választásokból megerősödve jöttünk ki. Az alakuló ülést követően megtartották a községi képviselőtestület első rendkívüli ülését is, amelyen megválasztották a polgármestert a Demokrata Párti Dragan Babic személyében. A régi, új polgármester programbeszédében azt mondta, célja, hogy Törökkanizsát a nem eléggé fejlett községek sorából a közepesen fejlettek közé juttassa. Sam cíl je ostvariti jedino tako kako ćemo privlačiti investicije, ako ćemo otvarati nova radna mesta, podići standard građana. Normalno, osnovni zadaci su razvoj infrastrukture, privlačenje investicija, razvoj poljoprivrede, pošto ovo poljoprivredni kraj, jedan dobar deo ljudi se bavi što direktno, što na indirektan način sa poljoprivredom. Törökkanizsán a községi tanács tagjait is megválasztották. A VMS soraiból Kovács Magdaléna, Jaksa Róbert és Ágoston Attila, a többi párt színeiben pedig Petár Jáncsics, Tomasz Emil, Sasa Neckov és Pálfi Ervin alkotja a községi kormányt. Kovács Magdaléna ismételten bizalmat kapott a művelődési és tájékoztatási teendők irányítására. Megköszönném a választópolgárainknak, hogy ránk szavaztak. Azt hiszem, hogy rászolgáltunk a bizalmukra, nagyon jó helyet értünk el a községi tanácsban, 3 tanácstagunk van, sőt, még más pozíciókat is várunk, tehát mint a városelnök tanácsadója, stb. És remélem, hogy helyt fogunk állni továbbra is a munkánkban, mint ahogy eddig is tettük. Az előző mandátumban voltam a sport és felelős, jelenleg a több mint valószínű a megbeszélések alapján 2 reszort fogok továbbvinni. Tehát a kultúra mindenféleképpen ragaszkodni fogok hozzá, hogy az enyém legyen. A Szerb Haladó Párt képviselői nem szavaztak a törökkanizsai községi hatalom megválasztása során, mivel nem tartják legitimnek a testületet a Szerb Keresztúri 13-as szavazóhelyen történt szabálytalanságok miatt. A stúdióban tovább folytatjuk a beszélgetést Gábrics Molnár Irénnel és Weiss Rudolffal, hogy látják a törökkanizsai helyzetet. Én a napi politikával általában nem foglalkozom. Tehát az, hogy Törökkanizsán örülünk vagy nem, az majd elválik 1,5 év múlva, 2 év múlva, hogy mit tudunk tenni. Illetve, hogy most Magyarkanizsán nem örülünk a jelenlegi alakulóba levő pozícionálásokhoz, ahhoz is majd azt fogom mondani, hogy mit gondol a magyarkanizsai polgár 1 év múlva vagy 2 év múlva. Tehát én nem a VMS politikájának, a napi politikájának a szempontjából nézem a dolgot, hanem úgy, hogy nehézkesen alakul. A tanulság ebből az, hogy Törökkanizsa pozitív és Magyarkanizsa negatív példáján például, hogy a fejesek megbeszélései azok nehezen jönnek le. Tehát nem épp úgy működik az, hogy mi ketten megbeszéljük, vagy 3-an vagy 4-en, és akkor majd tartomány szinten és önkormányzatok szinten is minden így működik. Tehát az a valamikori politikai hierarchia, a vertikalizmus, az ma már nem épp így működik. Tehát magának a demokrácia mondtunk ellent ezzel is, és ezt gyakorlatilag a mindennapi életben, az önkormányzati napi politikákban érzik a mindennapos életben az emberek, ami gyakran azzal végződik, hogy a hálátlan vagy hálás helyzetekben a legközelebbi választásokon szembe szavazik. Tehát bármi történjen, nem érdekli a nagy politika, szembe szavazik, ez történt Magyarkanizsával, illetve ez történt pozitívan most Törökkanizsával. Hogyha még egy kicsit maradunk Törökkanizsánál, ugye azt lehetett hallani a polgármestertől, hogy beruházásokról, munkahelyteremtésekről, infrastruktúrális fejlesztésekről beszél, holott valójában az országban azt láthatjuk, hogy a gazdaság rossz helyzetben van. Arról beszélnek, hogy befagyasztják a nyugdíjakat, fizetéseket. Hogy gondolják, létezik az, hogy megvalósuljon egy önkormányzatban ilyen jellegű fejlesztések, mi alatt az ország gazdasági helyzete romlik?
Szerintem nem. Ez a politikus, aki nyilatkozott, a helyi szintű politikus, ugye sokat nézi a központi tévét, és beleélte magát abban, hogy beruházások, investíciók, külföldi tőke, úgyhogy ez ilyen szólam a választóbázisának. Csak megkérdezném 4 év múlva, hogy ebből mi valósult meg. Egyébként nem rossz az, hogy tudom, rossz a demokráciának, de mivel helyi szinten vannak ezek a torzsalkodások, akkor nem rossz az, hogy egy magyar párt kiegyezett a vezető belgrádi, ugye demokrat irányzatú párttal, onnan jön majd a parancs a helyi demokratáknak, hogy kiegyezni a magyarokkal, így a magyarok bekerülnek a helyi önkormányzatba, és ez jó lesz mindenkinek. Előbb-utóbb még ott is, ahol makacskodnak a helybeli demokraták, egy telefonhívással a főnököktől, és úgy meg fognak egyezni, hogy csak na. Tovább maradunk a községi képviselőtestületeknél, most megnéztük Török Kanizsát, az elkövetkező percekben pedig Topolyát fogjuk megnézni, ahol ma félbe szakadt a topolyai községi képviselőtestület ülése, a híradós anyag következik. Minden a tervek szerint alakult a topolyai KKT alakuló ülésén, egészen a 4. napi rendi pont utáni szünetig. A képviselők először meghallgatták a Községi Választási Bizottság, illetve a Mandátumvizsgáló Bizottság jelentését, majd a megjelentek letették a képviselői esküt. A 41 képviselőből 40-en voltunk jelen, később 31-re csökkentünk le, letették az esküt. Az eskü utáni szünetről azonban a képviselők nagy része nem tért vissza a terembe. A tanácsnok Kádár József elnökölt az alakuló ülésen. Őt teljesen váratlanul érték a történtek. Nem tudom konkrétan megmondani, és már az igazság, hogy nem informáltak róla, de biztos szerintem valamilyen megegyezés, tehát ilyen technikai dolgoknak áttérve. A félbeszakadt alakuló ülést június 21-én folytatják majd Topolyán. Stúdióban tovább folytatjuk a beszélgetést Gábrics Molnár Irénnel és Weiss Rudolffal. Mi lehet annak az oka, hogy ugye az emberek azt várják, hogy megalakul végre a képviselőtestület, és ez Topolyán ugye nem sikerült. Hogy látják? Ez is alátámasztotta azt, amit imént mondtam, hogy a kis mitugrás helybeli politikusok Belgrád felé néznek, addig még nem egyeznek meg a nagy pártok Belgrádban, addig a kicsik itt a helyben nem mernek mozdulni egyáltalán önállóan, úgyhogy húzzák az időt, hogy megnézzék, hogy Belgrádban mi fog történni, ki fog kivel kiegyezni, miután az ott megtörténik, órákon belül, másnap már meg fognak egyezni helyi szinten. Ön mit lát még egy kicsit a községi képviselőtestületnél maradva, ám Szabadkánál? Szabadka helyzetét hogy ítéli meg? Szabadka nagyobb falat, mint ezek a kisebb, vagy nehogy Isten, fejletlenebb községek, kisebb létszámú községek. Szabadka felé külföld is néz, az anyaország is jobban néz, úgy, ahogy Zinta felé, úgy, ahogy Újvidék felé, vagy Szabadka felé néznek. Nem mindegy, hogy milyen lesz a koalíciós megegyezés. Ha tovább torzsalkodunk, ellenzékbe vonulunk, akkor ugyanazt a negatív eredményt fogjuk elérni, hogy csak azért sem szavazok rá, csak azért is gáncsoskodom. Tehát ez nem jó. Gyakorlatilag itt nem látunk nagy fejlődési hullámot, az utóbbi 4-5-6 évben nem látunk már Szabadkán nagy fejlődési hullámot, és gyakorlatilag megelégli a lakosság ezt a helyzetet is. Akkor nem kell meglepődni, hogy 4 év múlva se az egyikre, se a másikra nem adja a szavazatot, hanem kiválaszt egy haladó vagy szocialistát, vagy akármilyen negatívat, csak egyszerűen azt mondja, hogy átadom már, csak legyen valami, történjen valami, és ezek azok a dac elemek a valóságban, amit amikor a szegregálódás megtörténik a politikai klikkekben, nem figyelnek oda. Ezt kellene kikerülni, ha bölcsek vagyunk. Köszönöm szépen, hogy a vendégeim voltak. Szívesen. Továbbiakban gazdasági témákkal foglalkozunk, Szerbia gazdasági helyzetéről próbálunk beszélgetni, előtte azonban megnézünk egy összeállítást, amely tegnap készült a Szubjektívra, Pásztor Istvánnal, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével, egy részletet mutatunk be a gazdasági helyzetről. A
teljesség igénye nélkül szeretném elmondani, hogy mindenféleképpen tovább kell folytatni, újra kell indítani a nemzetközi valuta alappal a tárgyalásokat, ennélkül azt gondolom, hogy kezelhetetlen a helyzet. Másrésztről egészen biztos, hogy föl kell vizsgálni az ország adópolitikáját, beleértve a jövedéki adókat, beleértve az áfát, beleértve sok minden egyéb mást, és ez azt fogja jelenteni, hogy egészen biztos, hogy növekedni fognak az adók és a közterhek. Magyarán, hogy az áfa is növekedni fog. Azt gondolom, hogy igen. A termékek többségére, amit mindenki majd a saját zsebén fog érezni. Azt gondolom, hogy ez azt fogja jelenteni, hogy ezt az eladók át fogják hárítani a vásárlókra, illetve be fogják építeni az árba. Ez mindenféleképpen egyfajta drágulást fog eredményezni. Másrésztről pedig hát lehet, hogy formálisan nem fognak befagyasztásra kerülni se a nyugdíjak, se a bérek, de egészen biztos, hogy valamiféle növekedéshez kötődnek majd, ami azt jelenti, ameddig nem lesz növekedés, addig azon a szinten maradnak, amelyiken ebben a pillanatban vannak. De azt gondolom, hogy világosan szembesíteni kell a társadalmat azzal, hogy lassacskán elérjük ennek a történetnek a mélypontját. És ebből a mélypontból, ebből a helyzetből csak úgy tudunk kijönni, hogyha megfizetjük az árát mindazoknak a mulasztásoknak, mindazoknak a hibás döntéseknek, amik az elmúlt években születtek. Megbocsát, de ez a megfizetjük az árát a hibás döntéseknek, ez általában úgy csapódik le, hogy hát a kormány hibáit a kis emberek kell, hogy megfizessék. Végső soron ezt régóta emlegették már, hogy reformokra van szükség, valós reformokra Szerbiában, és aztán az elmúlt 4 év tekintetében születtek eredmények az ország vezetősége részéről, de ettéren nagyon nagy volt az adósság. Én azt gondolom, hogy az utóbbi 10-12 évben az a fajta előrehaladás, amit mi mindannyian vártunk, az nem következett be, illetve amikor lendületet kapott egyfajta előrehaladás, akkor azt mindig vagy külső, vagy belső körülmények megakasztották, és valahogy mindig hát vissza kellett lépnünk, vagy a körülmények úgy hatottak, hogy visszább nyomtak bennünket azon a fölemelkedésen, azon az előrehaladáson, amiben mindannyian reménykedtünk. És ez sajnos így van, hogy mindig az egész lakosság fizeti meg annak az árát, amit a kormányzat elmulaszt, amit a politika elmulaszt, de hát a politika az mindig olyan, amilyen maga az ország. Én azt gondolom, hogy ez a mostani választás is azt igazolta, hogy amilyen a megválasztott köztársasági elnök, amilyen a megválasztott pártstruktúra, az tükrözi annak az országnak a lelki állapotát, az egész állapotának a lelki állapotát, így van. És ebben a történetben hiába akarunk mi kilépni, hiába akarunk mi mások lenni, hiába vagyunk mások, vagy hiába lépünk ki. Azt gondolom, hogy vannak olyan területek, ahol ez egyszerűen elképzelhetetlen. Elképzelhetetlen adópolitikában, elképzelhetetlen nyugdíjakban, elképzelhetetlen közfogyasztásban, sok minden egyéb másban elképzelhetetlen, mert ebben a tekintetben is az ország egészének a sorsát kell, hogy kövessük. A stúdióban Szerbia gazdasági helyzetéről beszélgetek Somogyi Sándor emeritus professzorral, agrárközgazdásszal. Köszöntöm Önt itt nálunk, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Arról lehet sokat olvasni, hogy fájdalmas reformok várnak Szerbiára, befagyasztják 2 millió ember bérét és nyugdíját. Ön hogy látja ezt a helyzetet? Ha megengedő, akkor én megpróbálok néhány jelenséget, adatot párhuzamba állítani, hogy rámutassak arra, hogy tulajdonképpen ez, amiről beszélünk, hogy Szerbia gazdasága mennyire sok folyamatos jelenség. Ha egy kicsit visszatekintünk, a GDP Szerbiába, a bruttó hazai termék 2000-2010 között körülbelül 4%-os átlagba növekedett, ami nagyon szépen hangzik. Csak egy probléma van, hogy ez a hiába magasabb a nyugati országoktól, ez a mutató, csak az alacsony viszonyítási alapból kellene kiindulni, ami miatt mi tulajdonképpen lényegesen le vagyunk maradva. Ez az első dolog. A második, a reformok.
mondjuk a reformokra azt, hogy lassúak voltak, stb. Talán nem voltak lassúbbak, mint más országokban. A probléma máshol van. Hogy ez az ország 10 évet elpocsékolt a Milosevicsi időbe, tehát mi sokkal később indultunk, és ezért vagyunk tulajdonképpen lemaradásban. A következő a privatizáció, ami önmagában is egy ilyen sok pályás kérdés. Mert az egyik fontos kérdés, hogy nem lettek megtalálva a privatizációba azok a módok, hogy a gazdasági nagyvállalatok beinduljanak, hanem nekiálltunk szétdarabolni, fölbontani őket, és így tovább. Ezeket a dolgokat, amit most itt ön elmondott, ugye ezek mind hozzájárultak ahhoz, hogy jelenleg a gazdasági helyzet ilyen helyen van. Mégis mit lát? Mert ugye az előbb hallottunk egy bejátszást, ahol Pásztor István VMS elnök elmondta, hogy talán az egyetlen egy kiút az IMF-fel, azaz a Nemzetközi Valuta Alappal folytatott tárgyalás lenne. Ön mit gondol erről? Az csak a pénzügyi oldala a dolognak, mert valamiből a változásokat finanszírozni kell. De attól önmagában a folyamatok nem fognak beindulni. Például a 10 ipari termelést, ha nézzük, nálunk állandóan csökken az ipari termelés a növekedés helyett. Hát ezt kellene például az IMF tárgyalások, IMF hitel segítségével megállítani. Megemlíteném a privatizációs visszaéléseket is, de nem térnék ki a részletekre, mert erről eleget hallunk. Hasonló probléma a kárpótlás, ami nem történt meg. Hogyan látja az áfa és az adófelemelésnek a helyzetét? Ez mind kihat az emberekre? Biztos. Az adók és az áfa felemelése tulajdonképpen növelni fogja az inflációt, lerontja a pénznek az értékét, drágulni fognak a termékek, és beáll egy általános pénzromlás. Ez az áfa emelésnek egy normális következménye. Na most olyan részletekre nem tudom, hogy kitérjek-e, hogy természetesen ebben növekednek a termékek, a fogyasztási termékek árai, amit mindent az emberek éreznek meg. Mert az nagy naivitás azt hinni, hogy bármit, amit fönn megváltoztatnak, hogy azt végül nem az emberek fizetik. És hogyha azt vesszük példának, ugye, hogy emelkedik az adó, és az emberek ezt megérzik, mellette befagyasztják a nyugdíjakat, illetve a bérek, akkor abban az esetben hogyan tovább? Tehát ez hozzásegít ahhoz, hogy az ország gazdaságilag helyre jöjjön, mellette az embereknek nélkülözniük kell. Két oldala van a problémának. Egyik oldalról bizonyos adóemelések, még más bevételi források növelése is elkerülhetetlen, mert nagyobb bevételek kellenek az államnak. Jelen pillanatban nálunk ugyanannyi nyugdíjas van, mint amennyien munkaviszonyban vannak. Másik oldalról pedig csökkenteni kell a kiadásokat, ami könnyen azzal járhat, hogy a nyugdíjakat befagyasszák, jó magam is nyugdíjas vagyok, nem örülök neki, de ez elvárható. Elkövetkezhet az is, hogy a fizetéseket befagyasszák, stagnáltatják, mert viszont a kiadásokat csökkenteni kell. Hogy látja azt, hogy 9,5-ről 10%-ra emelte csütörtökön az alapkamatot a Szerbiai Nemzeti Bank, és ezt azért tette, ugye, hogy megfékezze az inflációt? Hát ezt meg kellett neki, hogy tegye, csak 10%-os alapkamat mellett hogy lehet hitelt fölvenni, meg hogy lehet annak a hitelnek a kamatát kitermelni? Ez egy olyan kérdés, amire azt hiszem, hogy egyértelmű a válasz, hogy szinte lehetetlen. Ön mit lát a kormány alakulás után? Kormány alakulás, ez tulajdonképpen egy egyezkedés a hatalmi központokba. Én nem szeretnék a politika területére tévedni, ahhoz nem értek, nem is érdekel bizonyos értelemben. Az a probléma, hogy ezek a struktúrák kell, hogy majd meghozzák a legfontosabb politikai döntéseket, és tulajdonképpen reméljük, hogy nem a legrosszabb döntéseket fogják hozni, mint ahogy az elmúlt években csinálták.
Mit gondol, mi szükséges ahhoz, hogy gazdasági javulás érje Szerbiát? Arról is lehetett olvasni, én találtam ilyet, hogy 2012-ben és 2013-ban körülbelül 1 milliárd eurót kell megtakarítani ahhoz, hogy 2014-re gazdasági javulás legyen. Lát ön erre esélyt? Nem tudom, hogy miből lehetne 1 milliárd eurót megtakarítani, de valahonnan ez erre a pénzre valószínű, a gazdaság valamilyen minimális beindítására szükség van. Tudnélik, van egy alapvető probléma, hogy nálunk a munkanélküliség több mint 20%, a munkanélküliek száma 2000-től errefele állandóan növekedett, ezt tulajdonképpen meg kellene állítani, de ehhez legalább 5-6%-os gazdaság növekedés kellene, mert 1-2%-os gazdaság növekedést el lehet a munkaerő létszámának növelése nélkül is érni. Az Európai Unióban ugye gazdasági recesszió van, ön szerint Szerbia számára melyik forgatókönyv a legvalószínűbb? Hát én nem tudom, hogy az Európai Unióban recesszió van-e. Én azt hiszem, hogy ők a problémáikat elég jól kezelik. Más a görög, az olasz és a spanyol probléma, tehát én úgy mondanám, hogy a mediterrán probléma, mi sajnos ehhez vagyunk közelebb. Arról is lehetett egyébként olvasni, hogy Szerbia Görögországtól rosszabb helyzetbe is kerülhet. Hát azért ezt nem merném ilyen egyértelműen kimondani, mert hogyha összehasonlítjuk a görög adósság nem csak tömeget, hanem százalékos mutatókat is, meg a szerb mutatókat is, azért lényegesek az eltérések. De tulajdonképpen már az a pillanat, amikor a Jelacsics lemondott és elment, az már egy jelző pont kellett volna lenni, hogy valami probléma van, mikor a Nemzeti Bankot elhagyja az elnök. Így a végére még egy kérdésem lenne. Jelenleg hogy látja a Szerbia gazdasági helyzetét olyan értelemben, hogy mekkora esély van arra, hogy ez a jövőben, az elkövetkező 1-2 évben helyreálljon? Teljes restrukturálás. Én is többször olvasok ilyesmit, olvasva mondjam azt a napi sajtót, meg egy-két folyóiratot, hogy reinvestíció kell. Milyen reinvestíció? Az korábbi ipari struktúrát kell visszaállítani, amivel oda fogunk érni, ahol voltunk, vagy pedig kell teremteni egy új ipari struktúrát, amiben kevesebb anyagot, kevesebb energiát fogyasztunk. Tudni kell, hogy ma Európában mi vagyunk az egyik azoknak az országoknak, akik termékegységenként legtöbb anyagot meg energiát fogyasztanak. Lát az új infrastruktúrára lehetőséget itt Szerbiában? Hát az infrastruktúra tulajdonképpen az ipari beruházásoknak egy bizonyos értelemben előfeltétele. Mert ha mondjuk egy nyugati beruházó, de más értelmes beruházó is, ha egy adott helyre nem látja, hogy lesz infrastruktúra, de nem fog beruházni. Nem véletlenül van az, hogy a beruházások máshol a világban is, nyugaton is tulajdonképpen bizonyos ilyen fejlődési pontokba koncentrálódik. Meglátjuk, hogy mi lesz. Köszönöm szépen, hogy a vendégem volt. A magyar nyelvhasználatról szerveztek konferenciát ma Budapesten. Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai helyettes államtitkár azt mondta, hogy kiemelt cél, hogy a külhoni magyarság félelem nélkül használhassa az anyanyelvét, mutatjuk. A Magyarság házában nyelvi és nyelvpolitikai szakemberek gyűltek össze az egész Kárpát-medencéből, hogy megvitassák, az adott államokban milyen nyelvi jogaik vannak a magyaroknak, a törvény szerint, illetve a gyakorlatban. A nyelvi jogok kérdése különösen érzékeny témája a külhoni magyarságnak. A kutatók számos esetben azt tapasztalták, hogy a magyarság számára hátrányos intézkedéseket hoztak. Pedig minden ember számára az anyanyelve jelenti a kulcsot, múltja, a gyökerei, ezáltal saját maga megismerésére, és erre mindenkinek a szülőföldjén van a legnagyobb esélye. Péntek János, kolozsvári akadémikus azt mondta, ezzel együtt fontos, hogy a kisebbségben élők megtanulják a többség nyelvét. A kétnyelvűség az érték, és a kétnyelvűség akkor érték, és akkor stabil, ha megfelelően magas színvonalú, és abban mindenképpen az anyanyelv dominál, az anyanyelvnek a tudása. Abban az esetben, hogyha
alacsony szintű a kétnyelvűség, akkor ez az alacsony szintű kétnyelvűség, ez, hogy úgy mondjam, hajlamos arra, hogy államnyelvi dominanciában menjen át, és az anyanyelv ebben az esetben háttérbe szorul, és ez folyamatosan elvezethet, ha másképpen nem generációsan a gyermekekben, elvezethet ahhoz, hogy teljesen lemond a család az anyanyelv használatáról. Tehát ez a nyelvcserének az egyik ilyen szokásos útja, és hát ez elég gyakran végbe megy, és ez az asszimilációnak a kezdete végül is, mert a nyelvvel kezdődik minden. Ha az államnyelvet jobban érti és beszéli valaki, mint a saját anyanyelvét, az előbb vagy utóbb nyelvcseréhez és asszimilációhoz vezet. A kisebbségben élő magyar szülők ennek ellenére szerte a Kárpát-medencében gyakran íratják a gyerekeiket államnyelvi tagozatokra, hogy később könnyebben boldoguljanak. De ez zsákutca. A felmérések azt mutatják, hogy az a gyerek, aki nem az anyanyelvén tanul, saját képességeihez mérten sokkal rosszabban teljesít, mint magyar osztályba járó társai. Ezzel együtt fontos, hogy mindenütt emeljék a magyar oktatási rendszer színvonalát, hogy versenyképes legyen, figyelmeztetek az előadók. A fórumon nem csak a nyelvmegőrzés elméletéről, hanem annak napi gondjairól is szó volt. Erdélyben én azt hiszem, hogy leginkább azzal van gond az anyanyelv használatával Székelyföldön is, hogy nagyon sok intézményben, tehát bíróságokon, de akár postán, akár útlevélosztályon az alkalmazottak elég nagy része egyszerűen nem tud magyarul. Most ezt szintén az államnak kellene biztosítania. Ugyanez a helyzet a kórházakban, hogy egy kézdivásárhelyi kórházban, egy székelyföldi kórházban ugye a betegnek nagyon fontos volna az, hogy ott a kórházi személyzettel, az orvossal anyanyelvén tudjon beszélni. Ez persze ez nem azt jelenti, hogy nem jó, hogyha tud románul, de hát azt mindenki tudja a saját tapasztalatából is, hogy az ember különösen a saját személyes bajairól, intim dolgairól, vagy akár a tüneteiről igazán, közvetlenül hát az anyanyelvén tud beszélni, és az a jó, ha úgy beszélhet. A Vajdaságban 28 önkormányzat teljes területén a szerb mellett hivatalos nyelv a magyar, és ezen felül még 7 településen. Ezeken a helyeken a törvény szerint a magyar és a szerb nyelv egyenlő státusúak, mégsem zökkenőmentes a magyar ügyintézés, mondta Beretka Katinka, az MNT tanácsosa. Fel kellene venni olyan ügyintézőket, akik beszélnek magyarul, illetve úgy elosztani a különböző tevékenységeket egymás között, hogyha valaki csak szóbeli kommunikációra képes, akkor ne írjon határozatokat is fordítva. Sajnos ez nem funkcionál. A másik probléma pedig ugyanis a hivatalos nyelvhasználat csak úgy valósulhat meg, ha a részarányos foglalkoztatást figyelembe vesszük. Másik probléma, hogy nincsen kikényszerítő rendelkezés erre vonatkozólag, tehát maga az alkotmány is mondja, hogy gondot kell viselni a nemzetiségi arányokról. Ugyanúgy az összes többi állami hivatalról, vagy akár a bíróságok berendezéséről szóló törvény is így rendelkezik. Ez azonban nem kikényszerítő, csak deklaratív jellegű, és nagyon puha megfogalmazás, tehát gondot kell viselni, különösen gondot kell viselni. Ebből kifolyólag nagyon sok problémák van természetesen a gyakorlatban. A szerb ügyintézők dominanciája odáig vezetett, hogy most már hasznosabbnak ítélik meg a magyarok a Vajdaságban a szerb nyelv használat, tehát felcserélődik a nyelv. Ez különösen azokra az önkormányzatokra vonatkozik, ahol nem képez abszolút többséget a magyarság. Szlovákiában 435 magyar többségű település van, és 530 olyan, ahol meghaladja a 20%-ot a magyarok aránya. Ezeken a helyeken szabadon használható a város vagy falu magyar neve is. De a többi földrajzi nevet, a folyók, tavak neveit, a düllők, utak elnevezését csak szlovákul tüntetik fel a térképeken. Ugyanilyen felemásra sikeredett a kisebbségi magyar jogalkotók azon igyekezete, hogy végre hivatalosan is magyarul használhassák nevüket a felvidéki magyar emberek, mondta Szarka László, a Révkomáromi Selye János Egyetem tanára. Habár ma már lehetne kérni a visszamagyarosítást, kevesen élnek a lehetőséggel. A kettős névhasználat az, ami a napi gyakorlat. Tehát az ember családi környezetben, magyar környezetben, helyi környezetben, az iskolában magyar nevet használ, a hivatalos nyelvhasználatban, a többséggel való érintkezésben a szláv név alak hiánya föltűnővé teszi. Egy női esetében a női név jelének a használata nélkül az ember lelepleződik. Ugye egy ilyen intoleráns nyelvi közegben tehát a kettős névhasználat az, ami gyakorlat. Az intolerancia miatt a szabók inkább maradnak továbbra is szabovák, a vargák vargovák. Szlovákiában ugyanis így szlávosították, és szlávosítják ma is a magyar neveket. A Selye
János Egyetemen a hallgatóink egy jelentős része kényelmi okból, megszokásból Vargovát használ a Varga helyett. Vagy egyszerűen csak, ha Jeszenszkinek hívják az illetőt, akkor Jeszenszkáként szerepel a hölgy névalakja. Ezzel együtt mindig meg szoktuk kérdezni, például amikor a diplomát adjuk át, amikor a család jelen van, hogy milyen néven szólítsuk ki őket, és 90-95%-ban természetesen a magyar nevüket kérik, de azt a hivatalos aktust nem kívánják vállalni, annak minden nyűgével, a személyazonossági átírásával, mindenféle okmány átírásával. A jogalkotók ebben az esetben sajnos elkéstek, mondta Szarka László. Közeleg június 14-e a Véradók Világnapja. Ennek kapcsán holnap Palicson véradási akciót szerveznek Humán Szombat néven, és ezzel a témával kapcsolatban beszélgetek vendégemmel, Markovics Dorottyával, a transzfúziós szakorvossal. Köszöntöm Önt itt nálunk. Holnap ugye Humán Szombatot szerveznek Palicson. Mit lát a véradók körében, mekkora az érdekeltség? Tehát holnap szombaton, június 9-én megszervezzük immár többszörös alkalommal a Humán Szombat elnevezésű véradási akciót, ami közvetlen kapcsolatban van június 14-ével a véradók, az önkéntes véradók világnapjával. Ez a nagy méretű akció, mondom, már többszörösen lesz megszervezve, a kórház transzfúziológiai osztálya és a Szabadkai Vöröskörözt közreműködésével, együttműködésével szervezzük ezt az akciót. Minden évben nagy az érdeklődés, mivel ezt az akciót úgy terveztük, és úgy gondoltuk el, hogy egy ilyen családi jellegű akció, ahová a véradók családostól eljönnek. Ezúttal is megemlítem, ha bár többszörös véradóink már tudják, de azok, akik még nem voltak, akik esetleg most akarnak majd először vért adni, hogy az akció holnap 8-tól kezdődik, 11 óráig. A szabadkai, a Subotica Trans 6-os járatú autóbusza ingyenes szállítást végez véradóinknak, a véradási könyvecske felmutatásával 7-től 14 óráig. Minden egyes véradót családostól a véradás után ebédre várunk, amely sóletbab és nagyon finom, minden évben nagyon jól sikerül. 11 órától kezdjük el az ebédosztást, tehát nem csak a véradó, nem csak az, aki vért adott, hanem családja is ebédben részesül. És még egy dolog, hogy aki vért adott, egy igazolással ingyenesen meglátogathatja a családját, a palicsi állatkertet a gyerekek 12 éves korig, azon felül sajnos fizetni kell, de a véradónak és a 12 éves koron aluli gyerekeknek ingyenes a belépés. Sokszor hallani, ugye, hogy a vér életet jelent, a véradásnak a szerepéről és a jelentőségéről mennyire vannak tisztában a mai fiatalok? A véradás jelentős, az önkéntes véradás jelentősége igen, igen nagy, és én, mint transzfúziológus szakorvos kollégáimmal együtt, hát évek óta már ezen dolgozunk, hogy az önkéntes véradást népszerűsítsük, habár tulajdonképpen ennek a Vöröskörözt elsődleges feladata lenne. De ezt a munkát már több mint 50 éve, mivel 1953-ban alakult meg a Szabadkai Kórházban a transzfúziológiai osztály, ezt több generáción át orvosok, technikusok, tehát ezt a munkát, a véradást népszerűsítjük a lakosság körében, ide beletartoznak természetesen a fiatalok is, és ennek köszönhetően Szabadkán és környékén példamutató az önkéntes véradók száma és az önkéntes véradás száma. Itt van körülbelül a 4% körül, ami világ szinten is igen jelentős
de hát, mint mondtam, ez nagyon sok éves munkának az eredménye, és ezt ma is igyekszünk tovább csinálni. Mindenben készek vagyunk, hogy segítsünk a Vöröskeresztnek, mivel az egész világon tulajdonképpen a Vöröskeresztnek az elsődleges feladata, hogy ezt promoválja és népszerűsítse. Tehát tudásunkkal, tapasztalatunkkal segíteni szeretnénk a Vöröskeresztnek, hogy minél előbb ebbe belejöjjön, és hogy véglegesen átvegye ezt a feladatot. Az ifjúság körében, ami nagy öröm számunkra, nagy az érdeklődés, minden évben megszervezzük a középiskolákban és az egyetemeken az önkéntes véradási akciót, és ezt kétszer évente, őszi és tavaszi időszakban, és ami engem nagy örömmel tölt el, hogy ezek a gyerekek, ezek a fiatalok az iskola, középiskola befejezése után is az egyetemen, és az egyetemben fejezésre után is sokan közülük többszörös véradóká válnak, tehát nem marad abba az egyszeri véradással a tevékenységük. Nem maradt már sok időnk, így a végére az érdekelne, hogy itt nálunk Szabadkán mi a helyzet. Ugye említette, hogy jók a vérad, hogy jó számban elmennek vért adni, viszont mit lát, meg lehet ezt tartani ugyanígy a jövőben is? Persze, ez a kérdés, hogy van elegendő vér, ez annyiszor elhangzott már, és meg kell, hogy mondjam, hogy ez ma már időszerűtlen, mert elegendő mennyiség egy szervezett, évi megtervezett akciósorozattal mi biztosítjuk azt a vérmennyiséget, amennyire a betegeinknek és a kórháznak szüksége van. Tudom, hogy kevés idő marad, de valamit el kell, hogy mondjak, ami nagyon fájdalmasan érintett bennünket az egész transzfúziológus osztályon. Egy véletlen, szerencsétlen hanyasság következtében a Vöröskereszt a holnapi akcióra kiküldött meghívók mellé elküldött egy befizetési csekket a Vöröskereszt évi tagságának a díját a 100 dinár értékében, és ez nagyon sok véradót, hallottuk a visszajelzéseket, nagyon megbántott, és nagyon sokan úgy értelmezték, hogy nem jöhetnek el az akcióra, addig még be nem fizetik ezt az összeget. Ezúttal kérek elnézést minden egyes véradótól, aki ezt a csekket megkapta. A transzfúziológus osztálynak ehhez semmi köze, mivel ezt mondom, egy valakinek a hanyagsága és tudatlansága, nem is tudom, hogy hogy mondjam ezt. Biztos, el. Hogy ez a rendeződni fog. Tehát igen, következtében lettek ezek a csekkek kiküldve. Meg kell, hogy mondjam, hogy a véradás egy önzetlen emberszeretetből fakadó tevékenység, és az ember önmagából ad egy részt, hogy segítsen máson. Ezt megfizetni nem lehet. Nem, hogy pedig arról beszéljünk, hogy egy véradótól bármilyen összeget is elkérjünk. Hát reméljük, hogy az embereket a más életének a megmentése ösztönözni fog holnap. Önnek köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Vajdaságban 15-20 ezer hektáron termelnek olajrepcét, a cél azonban az, hogy 100 ezer hektáron termeljenek, ezért ma előadást tartottak Szabadka határában, a jelenlévőket informálták, a növény nyújtotta lehetőségekről, valamint a gondozásról, erről mutatunk most egy összeállítást. Vajdaságban 15-20 ezer hektáron termesztenek olajrepcét, a cél a 100 ezer hektár megközelítése.
Szabadka határában ma mintegy 100 termelő vett részt azon az előadáson, amelyen informálták őket a haszonnövény nyújtotta lehetőségekről és gondozásának módjáról. A már hagyományosnak számító kukorica, búza, napraforgó termesztése mellett az elmúlt években egyre többen próbálkoztak meg az olajrepce termesztésével. Az előadásukra azok is ellátogattak, akik eddig még nem foglalkoztak ezzel a haszonnövénnyel. Az olajrepce termesztéséhez a mezőgazdasági gépek közül ugyanazokra van szükség, amiket a búza termesztés során is használnak a gazdák. A szaktudás azonban elengedhetetlen. Úgy hallom, hogy kereslet az van, hát a terjedése az évek óta itten már próbálkoznak vele egyes emberek, már több-kevesebb eredménnyel, de akik komolyan csinálják, azt mondják, hogy szép eredményeket tudnak elérni is. Zabos Árpád szervező elmondta, az olajrepcét augusztus végén, szeptember elején már el kell vetni, június közepén lehet aratni, és alig 3-4 napon belül már értékesíthető is. Gazdaságilag indokolt az olajrepcének a termesztése, egyetlen egy oknál fogva az pedig az, hogy kifizetődik. Tehát stabil piaca van neki, előre garantált árai vannak neki, és ha a gazda egy kicsit odafigyel magára a termelésre, akkor igen szép hozamokat tud hozni. Az olajrepcét elsősorban üzemanyaggyártáshoz használják, de takarmányozásra is alkalmas. A gazdák abban reménykednek, hogy a mázsánkénti ár eléri majd a 40-50 eurót. A stúdióban két termelő a vendégem, Richter Ferenc és Kocsmár István. Köszöntöm Önöket itt nálunk, jó estét kívánok. Mind a kettőjüknek van, illetve volt már, Ön már egy évvel ezelőtt Igen. is termesztett olajrepcét. Mik a tapasztalatok? Az olajrepce az kifizető, mivel gazdaság és biztos piac van rá. Előre szerződött ár bele van kalkulálva már szerződésbe, és a vetésforgóban nagy szükség van rá. Ön miért döntött úgy, hogy megpróbálkozik vele? Hát próbálkoztam, mivel már nem tudom mi is mit termelni, mivel olyan kevés némely növényen a haszon, hogy egyszerűen megpróbálkozunk más növényekkel is. Habár az olajrepcével nem volt praxis, mivel először vetettem, úgyhogy nem tudtam milyen eredmények lesznek, csak én nálam elég jól sikerült az idén. Mekkora érdekeltséget látnak így a környezetükben, mert ugye el kell mondani, hogy általában az emberek a már megszokott haszonnövények mellett vannak, ugye kukorica, búza, napraforgó, ezek azok, amik a legelterjedtebbek vidékünkön. Mennyire könnyen állnak át az emberek valami új fajtára? Hát átállnak az emberek, az már próbálkoznak, mire másból már nem tudják, hogy miből lesz, mivel búzából nagyon kevés a haszon, sőt nem is haszon, hanem majdnem, hogy veszteséget dolgozunk. Muszáj a vetésforgás véget és a földek cserélnünk. Mit látnak, hogy mekkora az informáltság az emberek életéren? Hát érdekeltség van, csak azért itt kicsit a gépesítést is át kell alakítani, és biztosítani kell már a magot, hogy 2,5 kg hektárjára, hogy el tudja jutatni, de kell egy bizonyosabb, jobb minőségű vetőgép is. Cséplése is egy kicsikét komplikáltabb, mint a többi haszonnövényeknél azért. Ma hallhattak egy előadást is ugye erről az olajrepce termesztéséről. Hogyan látják az emberek, érdeklődnek, és ezentúl többen fogják termeszteni itt nálunk? Mit tapasztalnak? Hát az érdeklődés az nagyon nagy, csak itt vannak gondok az olajrepcénél, mert kis parcellákban nagyon nehéz vetni ezt. Tehát a bogarak véget, mert nem bírják az emberek megvédeni a férgekkel. És mert minél nagyobb a parcella, annál kevesebb a befektetés. Az, mert körül általában a bogarak körül lerágják, még megrágjuk, károkat csinálnak a közepe felé, a nagyobb parcellában nincs semmi probléma se. És nincs mindenkinek lehetőségi a nagy parcellában vessen. Jár, illetve kapnak valamilyen támogatást, államit, vagy bármilyen jellegűt? Egyszerű támogatásunk van, mind a többi vetésre. Ugye az előbb említette, hogy a szerződésben minden szerepel. Mekkora, tehát milyen mértékben vásárolják meg, mennyire biztos ez? Ha biztos a külföldi piaca, úgy a szerző 400 eurót garantálnak tonnájáért. Hogyan látják jelenleg így az északbácskai termelők helyzetét? Hát elég nehezen. Mi a befektetések, most mondjuk rá az üzemanyag nagyon fölment az árak, a műtrágyáknak nagyon fölment az ára, 6-7 ezer dinár, 100 kg műtrágya, buzája még majd kapunk 10-20 dinárt, ha megkapjuk egyáltalán 20 dinárt is, az is nehezen, úgyhogy nagyon nehéz a helyzet. Sok a befektetés és kevés a haszon rajta.
Hogyha maradunk az olajrepcénél, így utolsó kérdésként, ugye abban bíznak, hogy mázsánként 40-50 eurót ér majd az olajrepce. Hogy látják ez gazdaságilag, mit jelentene a termelőknek? Hát egy elég jó ár az, de attól függ, hogy majd mikor tudjuk értékesíteni, mindjárt szezonban, vagy majd később. Mert a pénz az mindjárt kell, mert az üzemanyag, a csépelés, minden. Abból a szempontból is jó, hogy az első pénz, a legelső mindjárt az aratás. Ön mit gondol erről? Hát szerintem az idén nagyon rosszul sikerültek az olajrepcék. Hát nálam, mint a parcellában, máma, ahol volt, ottan szép volt még minden, de különben itt Szabadkán, a Vajdaság területén, nem csak Szabadkán, hanem mindenfel az olajrepcék az idén nagyon rosszul sikerültek, mivel az őszünk nagyon rossz volt, nagyon száraz volt. Akkor mégis rizikós valójában? Nagyon rizikós, szóval jobban rizikósabb az olajrepce, mint bármi termék. Csak nekünk is itt a Confidot ima hátunk mögött, aki segített bennünket, mégis tanácsokkal, mint én nekem is nem volt, hogy a Praxán még benne, egyáltalán segítettek, milyen vegyszerrel locsoljuk meg minden. De nagyon, nagyon rizikus. Meglátjuk. Köszönöm szépen, hogy a vendégeim voltak. Köszönjük, mi is a lehetőséget. Köszönjük. Tanulj tovább anyanyelveden. A 4 éves középiskolai szakokkal könnyebb az érvényesülés, a munkába állás. A gimnázium a legjobb alap a továbbtanuláshoz. Tervezd a jövőd, mert te magad vagy a jövő. Ennyi volt már a közügyek, legközelebb hétfőn este 6 órakor találkozunk, viszontlátásra!